A Nemzeti Tehetségprogram keretében Búzavirág koszorú, ma senki se szomorú című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai utcai óvodájában. A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő által meghirdetett tehetségközelben komplex tehetséggondozó programok támogatására című kiíráshoz a pályázati kategória kódja NTP kötőjel tehetség, kötőjel 23, kötőjel 0136. Búzavirág koszorú, ma senki se szomorú, tehetségfejlesztő program elnevezésű nyertes pályázat. 2023. szeptember és 2024. augusztusa között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai utcai óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 2.343.000 forint. A pályázati programban az óvoda búzavirág és Varásfúval a tehetséggondozó műhelyben 16 gyermek vett részt. Rausenberger Gáborné és Kovácsné Vadai Viktória Judit tehetséggondozó óvoda pedagógusok vezetésével. A 30 órás program célja a csengő hangú, jó hallású, szép mozgású gyermekek tehetségének kibontakoztatása. Szép, harmonikus, ritmikus mozgásfejlesztés. A gyermekek életkori sajátosságait, befogadó képességét figyelembe véve, ismerkedés a magyar nép hagyományaival, a jeles napokhoz fűződő szokásokkal, az értékes népzenével, a népi gyermekjáték és mondókakincsekkel, improvizatív képességek, alkotókedv alakítása, speciális képességeik fejlesztése, komplex személyiség fejlesztés. A tánc örömének, a népi zene érzelmekre ható erejének megtapasztalása. A közös munka átélésével komplex élményeket biztosítunk, melyek segítségével erős érzelmi kötődést alakítunk ki a gyermekek és a művészetek között saját ritmus hangszerek készítésével a néphagyományok iránti érdeklődés fokozása, a gyermekek intrapresszionális képességeinek fejlesztése, a gyermekek egészséges öntudatának, önértékelésüknek, önkritikájuknak erősítése. A gyermekek interpersonális képességeinek fejlesztése, a gyermekek közösségi életének szociális kapcsolatainak erősítése. Élményszerző és lazító programok, a Debreceni Vojtina Báb Színházban előadás látogatása, a kirándulás lehetőséget adott a hátrányos helyzetű gyermekeknek eljutni a Báb Színházba. A kirándulás alatt erősödött az összetartozás érzése, és komplex művészeti élményekhez juthattak. A Kolompos Együttes koncertje a Csokonai utcai óvodában közel 300 fő részvételével az összetartozás napja alkalmából, ami az igazi táncházi hangulat átélése mellett az élő népzene megismerésére, megszerettetésére is kiváló alkalom volt, és erősítette az együvétartozás, tartozás, az együttműködés, az inter- és intrapersonális kapcsolatokat, egymás mélyebb megismerését. Balajtin és Sütő Margit igazgató.